Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Elfogadó játszótér épül Szekszárdon. A területet kifejezetten mozgáskorlátozó gyerekek igényeinek megfelelően alakítják ki. Hamarosan kezdődik az iskola. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó intézményekben is készülnek a tanévre. Egyre több a duális képzőhely. Évvégére akár 250 partnere is lehet a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamarának. Hiába voltak készek a tervek, mégsem épülhet háziorvosi rendelő Szekszárdon, az Allende utcában, így döntött a helyi gazdasági bizottság többsége. Ehelyett a Vörösmarty utcai épületet újítják fel a tervek szerint. Szinte biztossá vált, hogy a régóta tervezett Allende utcai orvosi rendelő nem épül meg Szekszárdon. A témáról most tárgyalta a Tolnai megyeszékely gazdasági bizottsága. Az éjjel Szekszárd két tagja, Bomba Gábor és Rácz Zoltán, valamint a fideszes Gréci Félegyházi Gyöngyvér úgy szavaztak, hogy a projekt helyett a Vörösmarty utcai épületet újítsa fel a város. Mindkét beruházás uniós pályázatból valósulna meg. Az ellenzők szerint a korábbi tervek kivitelezésére már nincs elég idő, ezért döntöttek az építés helyett a felújítás mellett. Az eredeti elképzelést Szegedi Attila és Posta Zoltán támogatta továbbra is. Szerintük semmi garancia nincs arra, hogy a munkával megbízni tervezett Szekszárdi távfőszolgáltató NKFT valóban felkészült egy ilyen beruházás kivitelezésére. Nem arról van szó, hogy ez az épület az nem szorul felújításra, arról van szó, hogy itt egy zöldmezős beruházás kapott több mint 4 évvel ezelőtt nagyon komoly állami támogatást, és sikerült a pályázati időszaknak a végéhez érnünk, tehát nagyon-nagyon sok probléma és hiba történt az elmúlt időszakban. Posta Zoltán szerint az is aggodalomra ad okot, hogy az éjjelszekszárt korábban megakadályozta, hogy az eredetileg tervezett helyszínen a Szabó Dezső utcában épüljön meg az új orvosi rendelő. Emiatt pedig a város perben áll annak a projektnek a kivitelezőjével, aminek az eredménye az is lehet, hogy Szekszárdnak súlyos összeget kell majd kifizetnie a vállalkozó részére. Zaják Rita, az Allende utcai helyszínért felelős polgármesteri megbízott, a bizottság ülése után azt mondta, csalódott a döntés miatt. Szerinte ezzel így több ezer szekszárdinak kell lemondani az új rendelőről. Én azt kértem, hogy halasszuk el ezt a projektet, és az erre szánt, az erre meglévő forrás pedig fordítsuk folyamatban lévő, de forrás hiányos projektekre. Hogy a Vörösmarty utcai orvosi rendelő felújítása mikor kezdődhet el, azt egyelőre nem lehet tudni. Célegyenesbe értek a tárgyalások, melyeket az uniós pénzekről folytatott az Európai Bizottság és a magyar kormány. Számolt be a miniszterelnökséget vezető miniszter közösségi média oldalán. Gulyás Gergely kifejtette, augusztus 22-e évfélig kellett a magyar kormánynak választ adni az uniós bizottság kérdéseire. Intenzív tárgyalások zajlottak az elmúlt egy hónapban, de különösen az elmúlt 2 hétben. Ebben az időszakban ugyanis napi rendszerességgel egyeztettek a bizottság kijelölt képviselőjével és más tisztségviselőjével is. Ennek megfelelően elmondható, olyan választ küldött a magyar kormány az Európai Bizottságnak, amelyben az összes írásban előterjesztett javaslattal kapcsolatban közös álláspontra jutottak. A magyar ellenzék képviselői hónapok óta úgy, hogy havi 5 millió forintot keresnek, nettó havi 5 millió forintot keresnek európai parlamenti képviselőként, azon dolgoznak, hogy a magyar egészségügyben ne lehessen fizetéseket emelni, ne járulhasson ehhez hozzá az Európai Bizottság egy olyan hitelből, amit közösen vettünk föl, illetve a nekünk járó pénzeket ne kapjuk meg arra, hogy a pedagógus béreket jelentősen meg tudjuk emelni. Nem mindennapi fejlesztés kezdődik hamarosan Szekszárdon. A település első mozgáskorlátozó gyerekek által is használható játszóteret alakítják ki, ugyanis a Tolna megyei székhelyen. Itt a szekszárdi Veselényi és az Alkotmány utca határán alakítanak ki hamarosan egy új mozgáskorlátozó gyerekek által is használható, kifejezetten nekik fejlesztett eszközöket is tartalmazó játszóteret. Az ehhez szükséges döntést csütörtökön hozta meg a Tolnai megyeszékhely közgyűlése. Korábban kutyafuttatót terveztek oda, de azt a lakók nem szerették volna. Ezért a területre végül mászókák és hinta kerültek. Most pedig újabb beruházás következik. A kérés az volt, hogy 350 négyzetméternél nagyobb bekerített területre volt szükség, ez pont megfelel annak, 450 négyzetméter.
Ide a város kialakít egy vízcsatlakozási pontot és ivókutat is létesítenek. A Szerencsejáték RT mindent elkészít, tehát kivitelezőt hozza, felmérik a területet, műszaki ellenőrt hozzák, és idén elkezdik a munkát. A fejlesztés legnagyobb része egy forintjába sem kerül Szekszárdnak, az elfogadó játszóteret ugyanis egy felajánlásnak köszönhetően kapja a Tolnai megye székhely. Horváth István országgyűlési képviselő közbenjárásával a Szerencsejáték RT felajánlotta, hogy Szekszárdra építenek egy elfogadó játszóteret, ami azt jelenti, hogy a mozgáskorlátozott gyerekek együtt játszanak az egészséges gyerekekkel, és ezáltal az egészséges gyerekek elfogadóak lesznek a mozgáskorlátozottak, a sérültekkel. A nem mindennapi játszótér kialakítása tehát hamarosan elkezdődik, a kicsik pedig a tervek szerint még idén használatba is vehetik azt. Az emelkedő energia és takarmányárak, valamint a folyamatosan növekvő termelési költségek miatt szeptembertől a tojástermelők nettó 10 forintos darabonkénti termelőjár emelésre kényszerülnek, közölte a Magyar Tojóhibrid Tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége. Az elmúlt 5 évben a tojásfogyasztói átlagára emelkedett a legkisebb ütemben, a többi alapvető élelmiszerrel összehasonlítva. A 10 darabos tojás fogyasztói ára 2022. júliusában 17,8%-kal haladta meg a 2018. januári szintet. Ugyanebben az időszakban a tej 51,9%-kal, a kenyér 140,8%-kal, a vaj 64,7%-kal drágult, tették hozzá. Megkapta a létesítési engedélyt Paks 2. Ezt csütörtökön este közleménybe jelentette be az Országos Atomenergia Hivatal. Így már a következő hetekben az építkezési szakaszba léphet a beruházás. Paks 2 Szijjártó Péter június 11-i közlése szerint már akkor megkapta a talajszirádítási engedélyt. Egy nap alatt kétszer is lebukott az a szekszárdi férfi, akit először itallopáson, majd ittas vezetésen kaptak rajta a rendőrei. Mindkét esetben felelnie kell a tetteiért. A Tolnai megyeszékhely rendőrei egy nap alatt kétszer állították elő azt a szekszárdi férfit, akit előbb itallopáson, majd ittas vezetésen kaptak rajta. Egy helyi üzlet biztonsági őre értesítette a rendőrséget, hogy egy ismeretlen 2 üveg italt lopott el néhány perccel korábban. Kollégáim gyorsan a helyszínre értek, és még az áruház parkolójában előállították és elfogták a fiatalembert, egy 27 éves helyi férfit, aki a rendőrök kiérkezésekor már elfogyasztotta az egyik üveg pezsgőt. Másik üveg italt a kollégáim kérésére visszaszolgáltatta az üzletnek, és az ellopott pezsgő árát is kifizette. Ennek ellenére kollégáim előállították lopás szabálysértés elkövetése miatt. A férfit elszámoltatták, majd elszámoltatását követően szabadon bocsájtották. Néhány órával később a járőrök ellenőrizték ugyanezt a 27 éves helyi férfit, aki ekkor már autóval közlekedett. Előállítását követően szondát fújattak vele, ami pozitív értéket mutatott, így már ittas vezetés vétsége miatt is eljárást indítottak ellene az egyenruhások. A használt autó piacon idén 498.800 személygépkocsi cserélt gazdát július végéig, 5,8%-kal több, mint egy évvel korábban. A minden korábbinél aktívabb időarányos forgalom pedig azt jelzi, hogy megdőlhet a tavalyi 817.000-es átírási rekord. A félmilliós volumen azt jelenti, hogy átlagosan csaknem minden 8. hazai személyautó gazdát cserélt január és július között. A következő hónapokban is intenzív havi 70.000 körüli adásvételre számítanak, mivel az új autópiac az ellátási problémák, a használt import pedig a magas euróárfolyam miatt képtelen a korábbi szinteken kielégíteni a keresletet. További kérdés, hogy az üzemanyagártámogatás esetleges kivezetése, az üzemeltetési költségek ezzel járó megugrása milyen változást jelent az év utolsó negyedében. A közlemény szerint a használt autó piacon tapasztalható jelentős áremelkedés a spekulációs célú adásvételek számát is megnövelte. Különösen a néhány éves autók ára emelkedett akár 15-30%-kal. Mindössze néhány nap és a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolák falai közé is visszatérnek a diákok. Az igazgatók az idei tanévben kiemelten figyelnek a hatékony költséggazdálkodásra, a tanulók minőségi szakmai képzésére, illetve a gyerekek utazását lehetővé tevő pályázatokra.
Szeptemberben közel 89-es diák kezdi meg tanulmányait a 2022-2023-as tanévben Szekszárdon a Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István Technikumban. Többek között indul egy 3 éves szakképző iskolai osztály, ők a kereskedelmi értékesítő szakmát sajátítják el. 2 technikumi osztályt indítunk majd el, ebből az egyik a gazdálkodási és menedzsment ágazatnak a tanulói lesznek, míg a másikban egy összetett osztályról beszélhetünk, ott közlekedés és szállítmányozás, illetve kereskedelem ágazatos tanulók fognak majd egy osztályt képezni. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is úgynevezett tanévindító projekt héttel kezdődik az iskola. Ennek során a diákok szeptember 2-a és 9-e között különböző szórakoztató tematikus programok segítségével ismerhetik meg egymást és az intézményt, illetve múzeumba és több céghez is ellátogathatnak majd. Külön lesz kultúra napja, külön lesz a sport napja, egészségnapunk is lesz, külön a szakmának lesz egy napja, és még sorolhatnám, tehát nyilván a Bezerédi nap is egy fontos eleme lesz ennek, amit itt külön kiemelnék, amely a névadónkra, Bezerédi Istvánra fog emlékezni, és ahhoz kapcsolódó projektfeladatok fognak majd történni. Az elkövetkezendő tanévre több fontos célt is kiemelt az igazgató, ide sorolta a hatékony költséggazdálkodást, a tanulók minőségi szakmai képzését, illetve a gyerekek utazását lehetővé tevő pályázatokat, vagyis az Erasmust és a Határtalanul programot is. A jövő évtől tehergépkocsis jogosítvány nélkül is buszvezetőnek tanulhat, aki már rendelkezik személyautóra szóló B-kategóriás vezetői engedéllyel, közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium. A közlemény szerint a kapcsolódó jogszabálymódosítás december közepi hatályba lépéséhez igazodva hirdetik majd ki az új tantervi és vizsgakövetelményeket. A képzőszervek felkészülési idejével számolva 2023-tól így jelentősen egyszerűsödik az autóbuszos jogosítványszerzés. A leendő hivatásos buszsofőrök sokkal olcsóbban és gyorsabban sajátíthatják el a biztonságos közlekedéshez szükséges ismereteket, képességeket. A Tolna megyei Kereskedelem és Iparkamara felmérése alapján folyamatosan bővül azon vállalkozások száma, amelyek csatlakoznak a duális képzéshez. A szervezetnek jelenleg 208 olyan partnere van, akik már az új szakképzési rendszerbe kapcsolódtak be. A szakemberek szerint ez a szám a 2022-es év végére a 250 céget is meghaladhatja. A közelmúltban egy felmérést készített a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara a duális képző partnerei körében. A szervezet azt vizsgálta, hogy az egyes ágazatokban jelenleg hány darab élő szakképzési munkaszerződés van. Jelenleg 208 darab duális képző partnerünk van, akik bekapcsolódtak ugye az új szakképzési rendszerbe, és ugye az új szakmákat oktatják. Ez a szám azonban folyamatosan bővül, és azt látom, illetve azt látjuk, hogy nagyjából az idei év végére mindenféleképpen el fogjuk érni, sőt, meg fogjuk haladni azt a számot, vagy azt az értéket, ami a tanulószerződéses érában a gyakorlati képzőhelyeket jelentette. A szakember szerint ez több mint 250 gazdálkodót fog jelenteni. Hozzátette, hogy a jelenlegi adatok szerint eddig 703 tanuló kötött szakképzési munkaszerződést. Ez a szám azonban nem teljes, ugyanis ebben nem szerepelnek azon vállalkozások, amelyek a saját dolgozóikat képzik tovább, szintén a duális rendszerben. Hát olyan 300-as nagyságrendű, ami felnőttképzési jogviszonyhoz kapcsolódik, és ebből nagyjából 160 az a szakképzési munkaszerződés szám, ami saját dolgozóra irányul. Ez a felnőttképzési jogviszonynak a 60%-a, hogyha számoljuk. Ez a százalék ez biztosan emelkedni fog, hiszen egyre több gazdálkodó látja az ebben rejlő lehetőségeket. Ugyanis mind szakmai és mind anyagi előnyökkel számolhatnak a cégek, hiszen egyrészt a munkáltató a meglévő dolgozóit képezheti tovább, másrészt a szakképzési törvény értelmében jelentős adókedvezményre is jogosultak a vállalkozások és a tanulók egyaránt. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Növekvő rezsiár, csökkentett nyitvatartás, indokolt lehet a vasárnapi boltzár bevezetése. Minden, amit a vályogházakról tudni kell. Öko Home Expo-t tartottak a Somogy megyei Tengődön. Fontos a jó frizura, az előnyös smink és a megfelelő bikini is. Az összhatást pontozzák a fitness versenyeken.
A rezsijárak növekedése is indokolja most már a vasárnapi boltbezárást, mondja Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Rabszabos szerint át kell alakítani a vásárlási szokásainkat, így a hét utolsó napja a családé, barátoké lehet. Ez a pihenő idő pedig megilleti a kereskedelmi dolgozókat is. A vasárnapi boltbezárás vagy a csökkentett nyitvatartás bevezetése újra napirenden van hazánkban. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete szorgalmazza, hogy több pihenőt kaphassanak a dolgozók. Megkérdeztük a témában a helyi iparkamara főtitkárát is, aki azt mondta, annyit változott a helyzet, hogy érdemes elgondolkodni ezen is. 6-7-szeres áron vásároljuk, vagy vásárolhatja az a cég, aki kap ajánlatot és le tud szerződni a gázt. 3 x 5-szörös 3 az áramot. Vajon tudja egész héten fizetni a rezsit, főleg akkor, amikor a fogyasztóképes kereslet egyre inkább szűkülni fog? Vajon nem érdemli-e meg a rendszer, és gondoljunk a magánéletünkre, hogy vasárnap nem azzal foglalkozunk, hogy mászkálunk a különböző bevásárlóközpontokban. Hanem más programokkal töltjük meg a szabadidőnket, mondja a Rabszabolcs. A bevásárlásra 6 napunk lenne a héten, a vasárnap pedig a családé, a barátoké lenne. Elmegyünk kirándulni, szalonnát sütünk, télen is lehet bográcsozni, korcsolyázni, felfedezni a Baranya megye természeti szépségeit. És ezzel ugye, aki 7 napot dolgozik egy héten, és vasárnap is munkát kell vállaljon, és bemegy a bevásárlóközpontba, és reggel 9-től este 6-ig szolgálja a vendégeket. Akkor a tulajdonos, akinek rezsit kell fizetni. Tehát ezeket az összefüggéseket, hogyha összerakjuk, akkor lehet, hogy nem ördögtől való egy vasárnapi boltzárnak a megfogalmazása. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete legalább azt szeretné elérni, hogy vasárnap délben be kelljen zárni az üzleteknek. Jelenleg az érdekképviselet online, szeptembertől pedig papír alapon is aláírásokat gyűjt a kezdeményezés támogatására, és azt szeretnék elérni, hogy 2023. január 1-től életbe léphessen a részleges vasárnapi boltzár. Elismert nemzetközi szaktekintélyek is előadtak a múlt héten a Tengődi Öko Home Expo-n Somogy megyében. Ez a kiállítással és bemutatókkal színesített egésznapos konferencia a Régió Vályogépítészeti Fesztiváljának része is volt. Amit most látunk, ez azt gondolom, hogy a leginnovatívabb dolog, ami a vályogépítészettel történhet. Ez egy 3D háznyomtatógép, ami vályoggal nyomtat. Akár ezzel a legújabb technológiával is megismerkedhettek azok, akik a múlt héten részt vettek Magyarország legnagyobb ökoépítészeti konferenciáján, a Tengődi Öko Home Expo-n. A fórum előadásainak egy része a vályogról szólt. Sokkal jobb nekünk természetes anyagú házakban lakni, mint teljesen műanyag, totálisan mesterséges kemikáliákkal készült házakban. Hát bármennyire is egy civilizált faj vagyunk, attól mi a Homo sapiens vagyunk, ami évmilliók óta együtt fejlődött ezzel a Föld nevű bolygóval és az egész ökoszisztémával, és ennek egy ilyen dinamikus élettérre, klímára, légállapotokra van szükséges. Ezt egyébként a legjobban pont a vályogházak és a természetes anyagok tudják biztosítani. A természetes építőanyagok ma is elérhetőek, és egyre nagyobb figyelmet kapnak. Egy vályogház azért tud lélegezni, tud a párával gazdálkodni, egy 55-60%-os árandó páratartalma van, sokkal jobb hőszigetelése, hőtartó képessége van, tehát egy sokkal egészségesebb környezet. Most azért 15-20 éve már elkezdtek az emberek azzal foglalkozni, hogy egészséges élelmiszereket egyenek. Tehát eddig régebben nem volt ez nagyon nagy kultusz ennek, de viszont most már azért egyre jobban van, és ugye elkezdenek azzal is foglalkozni, hogy egészséges otthonban éljünk, mivel hogy több mint egyharmad részét az életünknek a házban, ha csak aludni megyünk be, akkor is az egyharmad részét legalább ott töltjük. A szervezők azt mondják, küldetésük, hogy eloszlassák a vályoggal kapcsolatos tévhiteket. A tisztállátás segítendő, a Tengődi Expo-n gyakorlati példákon keresztül mutatták be a természetes építőanyagokkal végezhető munkafolyamatokat. A fitness versenyeken a jó frizura, az előnyös smink és a megfelelő bikini legalább olyan fontos, mint az izomzat és a pózok pontossága. A pécsi Szakács Team sportolói a szezon előtt ingyen kipróbálhatták, hogy milyen színek, fazonok állnak jól nekik. A szakemberek Budapestről érkeztek, a helyszínt pedig Kis Csilla ajánlotta fel, aki maga is versenyzett a csapat színeiben. Erre az alkalomra saját szalonját biztosította a smink és frizura próbához.
Szépek, csinosak, izmosak, szinte tökéletesek. A fitness modelleket a közönség csak a színpadon látja, de minden mögött kőkemény edzés, diéta és nem utolsó sorban profi stáb áll. Noémi tavaly ősszel jelentkezett a pécsi Szakács Team fitness modell válogatójára. Most két csapattársával együtt ingyenes smink és frizura próbán vehetett részt. Látom magam kicsit más oldalról, milyen amikor a hajam meg van csinálva, milyen egy erősebb smink, és hogy milyen jól tud állni az embernek, mikor tényleg úgy készen van. Dominika jövő ősszel versenyez majd bikini fitness junior kategóriában. Volt már olyan, hogy smink modellkedtem, de nem versenyhez, hanem kicsit más kategóriáin, extrémebb. Lilla is szép eredményeket ért már el fitness modellként, de a tanulás most előrébb került a fontossági sorrendben. Én megyek ezután egy fotózásra, ami lehet, hogy majd egy újabb karrier kezdetét fogja elindítani, úgyhogy most jelenleg arra fogunk készülgetni, sminkelgetni, hajat csinálni, úgyhogy nagyon izgatott vagyok. A lányok edzés programját és étrendjét Szakács Sándor állítja össze. Mint mondja, a fitness versenyeken az összhatást pontozzák. A jó frizura, az előnyös smink és a megfelelő bikini legalább olyan fontos, mint az izomzat és a pózok pontossága. Kis Csilla, aki maga is versenyzett a csapat színeiben, erre az alkalomra felajánlott a szalonját, hogy a Budapestről érkezett szakemberek ott készíthessék el a lányok sminkjét és frizuráját. Fú, hát ez egy óriási felajánlás a Faludi Ágiék részéről, hogy megcsinálják a lányoknak a versenysminkjüket, és így legalább akkor arra már nem lesz gondunk a színpadra lépés előtt, hogy milyen jellegű sminkek legyenek. Hát én azt várom, hogy ez egyértelmű, hogy jó lesz, mert ugye az Ági már nagyon-nagyon sok sminket csinált, meg annó a versenyzőimnek is mindig nagyon jó megcsinálta. Hát innét, ha kész a smink, kész a haj, akkor a lányok mennek portfóliófotózásra. Tehát ez pont a legjobb kor jött nekünk. Nem csak a lányok, hanem edzőjük is elégedett volt a végeredménnyel. Az Erzsébet táborok szellemiségében az a legfontosabb, hogy helyet biztosítanak az élményszerzésre, a barátkozásra és a feltöltődésre. Erről is beszélt Hornung Ágnes Fonyódligeten. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az idei nyári ottalvos balatoni élménytáborok záró eseményén beszámolt arról, hogy a Zánkai és a Fonyódligeti Erzsébet táborban június 19-e és augusztus 26-a között 35 ezeren vehettek részt. Az összes Erzsébet táborba a nyáron mintegy 130 ezre jutottak el. Az egyik legnépszerűbb vizes kikapcsolódás a Fonyódligeti táborban a sárkányhajózás. Ezen a nyáron 10 turnusban váltották egymást a gyerekek az ország minden tájáról. Fantasztikus látni, hogy ennyi sok programban vehetnek részt a gyerekek különböző tematikában, és hát nem utolsó sorban itt a Balaton két lépésre tőlünk. A táborozó gyerekek a 6 nap során számos barátságot kötöttek egymással. Mindig lehet ismerkedni, meg barátkozni, meg nagyon jók a programok, meg tényleg mindig lehet valamit csinálni. Az nagyon tetszik, hogy a tesók is ilyen közvetlenek, meg jó fejek például. Az idén a Fonyódligeti és a Zánkai táborban 35 ezeren nyaraltak. A szünidő teljes ideje alatt összesen 130 ezer résztvevője volt a különféle ottalvós és nyári napközis Erzsébet táboroknak. Hogyha azt nézzük, hogy van 3 táborhelyünk, amit a kormány segítségével teljesen felújítottunk, és hogy egy évben az összes táborunkban már 180 ezer táborozó jut el, akkor azt gondolom, hogy tényleg állíthatjuk azt, hogy ez egy jó döntés volt annak idején elindítani az Erzsébet tábor, és egy sikertörténet. Az Erzsébet táborok legfontosabb haszna az, hogy a gyermekek életre szóló élményeket és barátságokat szerezhetnek, és ezeket teljesen felújított, modern környezetben élvezhetik, hangsúlyozta a családokért felelős államtitkár a táborzáró rendezvényen. Megalakult ez az új forma, a jurtatábor, vízikalandpark, gyönyörű parkokban lehet a kinti élményeket összegyűjteni, illetve Zánkán is történtek újítások, ugye az egész tábor megújult, a mosodától elkezdve fantasztikus étkező, konyha, a nyári szállások, ahol a gyerekek az időt töltik, ezek mind-mind az elmúlt években tudtak megvalósulni, több mint 30 milliárd forintnyi állami támogatásból. Az idei évben mintegy 2000 külhoni és Ukrajnából menekült gyermekek is eltölthettek 6 napot az Erzsébet táborokban. Végül mutatjuk újra legfontosabb tolna megyei híreinket, még egyszer röviden.
Elfogadó játszótér épül Szekszárdon. A területet kifejezetten mozgáskorlátozott gyerekek igényeinek megfelelően alakítják ki. Hamarosan kezdődik az iskola. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó intézményekben is készülnek a tanévre. Egyre több a duális képzőhely. Évvégére akár 250 partnere is lehet a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamarának. Szombaton még napos meleg idő várható, csapadék nélkül, a szél gyenge marad, éjszaka már több lesz a felhő, de továbbra is kicsi a csapadék valószínűsége. Vasárnap napos, északon és nyugaton felhősebb időre lehet készülni. Késő délután este sokfelé alakulhatnak ki záporok, zivatargócok. A jövő hét első felében kissé mérséklődik a meleg és napos, illetve felhős időszakok váltakoznak, de a napsütés lesz túlsúlyban. Az ország legnagyobb részén nem hullik csapadék, de elvétve nem kizárt egy-egy záporeső, zivatar előfordulása. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!